Valószínűleg a magyar politikai vezetés fejében is az játszódik le, hogy loptak a Portugálok, amikor csatlakoztak, loptak, a spanyolok, amikor csatlakoztak, az olaszok egyfolytában loptak, Ausztria nagyon korrupt, nálunk meg mégis miért veszik észre? De hogy visszatérve a számokra, 2022-ben 4600 milliárd forintot költöttünk el közbeszerzéseken keresztül, vagyis hát az állami önkormányzati szervek, ez a GDP-nek a 15%-a nagyjából most. Úgyhogy ennyi pénzről beszélünk, amikor arról beszélünk, hogy érdemes-e a közbeszerzésekkel foglalkozni, hát igen, kell is. Erre az integritási hatóság, elkészítette ezt az éves integritási jelentést, akkor ott jelezték, hogy amúgy így szeretnék, hogyha egy egységes formátum lenne, és akkor erre az volt a kormány válasz, hogy hát ez így, ne, így nem lehet, mert hogy, hogy ők hogy jönnének ahhoz, hogy átírják az ajánlatkérő által megadott formát. Tehát, hogy amit az ajánlatkérő a hirdetményben leír, az így szentírás. Üdvözlök mindenkit, ez itt az átlátszó podcastje. Egy számunkra roppant kedves és fontos témával fogunk foglalkozni ezúttal, pedig a közbeszerzésekkel. Ez volt a válogatási szempont, amikor a vendégeinket meghívtuk, így itt van velünk Ligeti Miklós, a Transparency International jogi vezetője, illetve Vince Orső, a K-monitor jogásza, és természetesen Katus Eszter, kollégánk, az átlátszótól, én pedig Hontadrás vagyok. Kezdjük egy kicsikét messzebbről. Nézzük meg, hogy önmagában mi az, hogy közbeszerzés, mi a közbeszerzés rendszere, és hogyha pár mondatban jellemezni kéne, hogy akkor Magyarországon ez miként is alakult. Húsz éves, lassan ennek a hazai története, 95, az első rendszerváltás utáni közbeszerzési törvénynek a meghozatala. Mi a célja egy államnak, amikor ezt a fajta beszerzési formát külön jogszabályban akarja szabályozni, milyen reményekkel áll neki, és milyen olyan objektív mérőszámok vannak, amikor eldönthetjük azt, hogy ez egy országban sikerese, avagy sem egyáltalán a közbeszerzések területén mi számít sikernek. Harssi ragad magadhoz a szót. Jó, hát köszönjük <laughs> szépen. Nagyon ennyi vagy. volt az átlátszó podcastje. Ne mondd azt Miklós, hogy ezzel már meg is akasztottalak. Most tehát. Én próbáltam nagyon illedelmes lenni, hogy hölgyeki az elsőbség, ha már engem konferáltál föl elsőként, hogy orsileg legyen az első megszólalás joga, de akkor én a mikrofonba csapok, hogy képzavarral kezdjem. Egyébként még az 1995-ösnél sokkal-sokkal régebbi az első magyar közbeszerzési szabályozat, hiszen már a monarchia idején a polgári korszakban is volt egy közszállítási szerződés. Ugye azt klasszikus szerzőktől tudjuk, hogy a lap alatt nincsen új. Már akkor is az volt a probléma, hogy ha a parlament vagy a kormány ezt valami módon nem kísérelte volna megszabályozni egyébként a szabályozás nem volt túl sikeres hatását tekintve, de szabályozás nélkül valami módon mindig az aktuális miniszterelnök vagy pénzügyminiszter gazdasági holdudvarához, akkor ugye birtokállománynak nevezték ezt, kerültek ezek a fontos szerződések, akkor éppen faanyagot kellett nagyon nagy mennyiségben szállítani a Budapest világvárosá építéséhez szükséges építkezési folyamatokba, és hogy, hogy nem mindig a miniszterelnök és a legfelsőbb baráti kör erdeiből vágták ezeket a fákat. Tehát a korrupció az valószínűleg velünk él, magának a közbeszerzésnek a logikája, a szabályzata az lenne, hogyha előírják azt, hogy milyen módon kell legalább néhány szereplő, több szereplő bevonásával versenyt tartani annak érdekében, hogy a közpénzeket, a közpénzből finanszírozott szerződéseket megpróbálják olcsón és jó minőségben létrehozni, akkor a verseny önmagában a minőséget emelni, az árakat pedig valami módon lehajtani fogja, tehát ez olcsóbbá és sokszínűbbé teszi a közpénzekért folyó versenyt. Hogy ez mennyire jött be az elmúlt majdnem 30 évben, mióta Magyarországnak úgynevezett modern az Európai Unió jogához igazódó, vagy legalább arra törekvő közbeszerzési szabályozása, törvényei Léteznek és működnek, hát azt a jelen gyakorlat mutatja. Igazából valami módon mindig politikai jellegű volt a kiválasztás, ez az elmúlt 10-12 évben inkább fokozódik, mint csökken, de erős alapokról indul a politikai korrupció. Nem 2010-ben kezdődik ez a jelenség. Csúcsra járatják azóta, volt mi csúcsra járatni, legyen ez az első megszólalásomnak az összegzése. Hát esküszöm, hogy én is úgy voltam vele, hogy most Baros Gáborig nyújjunk-e vissza ebben a történetben de de talán, talán jobb lenne, hogyha itt a közelmúltra koncentrálnánk. Igazából a mai közbeszerzési szabályaink, ezek többé-kevésbé EU-konformak, tehát nem is feltétlenül a szabályozással magával van a baj. Azt hiszem, hogy erről így fogunk bővebben is beszélni, de azért Miklóshoz annyiban csatlakozom, hogy itt azért a minden rendes cégnek, vagy mindenkinek, vagy, vagy akár te vagy én, amikor például a házunkat felújítjuk, akkor is van valamilyen beszerzési politikánk, tehát abból indulunk ki, hogy igazából jó minőséget szeretnénk kapni a lehető legjobb áron. Egy, egy nagy cégnek, ami egyébként nem közbeszerzési kötelezett, annak is, van egy közbeszerzés, annak is van egy beszerzési politikája, tehát ő is ugyanezeket a dolgokat szeretné elérni, amit a közbeszerzés céljának tekintünk, hogy végül is jó áron, olcsón, hatékonyan, gyorsan meg, meg, megvásároljuk azokat a termékeket, megszerezzük azokat a szolgáltatásokat, amiket szeretnénk. Nyilván a közbeszerzésre azért kell egy ilyen átfogóbb szabályrendszer, mert ugye a más pénzéből, a közpénzből azért mindig nagyobb a kísértés, hogy hogyan lehet nem csak azt feltétlenül, hogy lopni, csalni, de hogyan, tehát egy, egy, egy szakmai hozzáértés is kell ahhoz, hogy ez hatékonyan történjen meg, tényleg azt vásároljuk meg, amit szeretnénk, úgyhogy ezeknek a szempontoknak is érvényesülnie kell. Ez, ez akkor megy, hogyha ez legalább szabályozó van központi szinten. ugye Egyre több mindenre terjed ki a közbeszerzési kötelezettség, vagy hát ugye nem csak, amit a Miklós talán említett, hogy de lehet, hogy még az adás előtt, hogy korábban ugye ezek csak a központi beszerző szervekre vonatkozott ilyen közbeszerzési szabályozás. Ma már ehhez képest ez egy elmozdulás, hogy az állami körbe tartozó cégekre is kiterjed a közbeszerzési szabályozás, és az állami támogatásból megvalósított beszerzésekre is, illetve ideértve az EU-s támogatásokat is, ez ugye ebben Ebben azért volt egy kis lazítás, hogy úgy mondjam, az elmúlt évek során, tehát most már azért ebből a körből azért egyre többen kiesnek. Viszont jó hír, hogy a kekvának rövidített közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, amikhez ezer milliárdos nagyságrendben került állami eredetű vagyon, azok az Európai Unióval folytatott némi húzavona után bekerültek egyértelműen a közbeszerzési szabályozás hatája alá eredetileg az volt ugye a kormány mondása, hogy nem lesz változás, ugyanúgy fognak közbeszerezni, mint hogyha maradna az eredeti állami tulajdon. Aztán később kiderült, hogy igazából ők nem érzik magukat a közbeszerzési törvény alá tartozni. Ennyit sikerült nagyjából a bizottságnak elérni, hogy most már közbeszerzésen fogják túlárazni a beszerzéseiket, és nem azon kívül, tehát legalább előre látnunk kell azt a kiírásokból, hogy mikor akarnak többet költeni arra, amit egyébként olcsóban sem feltételül kellene megvásárolniuk. Csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy számokról is ejtsünk szót, bár azt beszéltük előtt, hogy egyikünk se jó ezekben, mert sok számot ismerünk, de nem tudjuk, hogy mi annyira, Én például annyira nem vagyok jó ezekben, hogy a 20 évet kapásból sikerült összekevernem a 30 hát, évet. ez szerintem mindig jó Ezen vagyunk. átlendültünk volna, tehát ezt elengedtük nekünk volna nem tűnt, hogy Ami 30 volna. év volt, az nekünk még 1970 szerintem de hogy visszatérve a számokra, 2022-ben 4600 milliárd forintot költöttünk el közbeszerzéseken keresztül, vagyis hát az állami önkormányzati szervek, ez a GDP-nek a 15 a nagyjából most. Úgyhogy ennyi pénzről beszélünk, amikor arról beszélünk, hogy érdemes -e a közbeszerzésekkel foglalkozni, hát igen, is kell is, mert hogy rengeteg pénzről van szó, ami ezeken keresztül megy ki. Jó. Annyit még hozzáfűzni, hogy Baros Gábor úgy került az asztalra, hogy a Miklós által említett közbeszállítási szabályzatnak ő volt a beterjesztője, tehát nyilvánvalóan markáns személyiségek kötődnek ehhez a területhez már a kezdet-kezdetétől. De azonkor, ez ezen nagy történelmi ív másik végét nézzük a jelenlegi pillanatot, miután azt felelevenítettük, hogy ennek Magyarországon és a rendszerváltás követően milyen ö, előzményei vannak, volt-e olyan pont itt az elmúlt időszakban, amikor érezhetően felforrósodott az érdeklődés a közbeszerzések körül, és hogyha volt ilyen, mondjuk a hazai és külföldi érdeklődésnek a hirtelen intenzívebbé válása, akkor ennek mi volt az oka? Közbeszerzéseken belüli oka volt, tehát az, hogy a pályázatok garmadával történtek, úgy, ahogy a szemlélők szerint nem kellett volna, vagy, vagy csupán a dolgok és a történelem folyása szerint egyszerűen elért a magyar rendszer egy olyan állapotot, ahol most már azt mondták a folyósítók, ami itt az Európai Uniót jelenti nagyon nagy részben, hogy akkor talán nézzük meg, hogy itt mi van. A... A közbeszerzések mindig komoly közérdeklődést váltottak ki, még akkor is, hogyha egyébként nagyon technikainak és nagyon összetettnek tűnik a folyamat. Ezért a politika is könnyen érvelt azzal, hogy emberek ez nagyon bonyolult, ezt hagyjátok ránk. De azt nem lehet mondani, hogy meglepetésszerűen került a közérdeklődésnek a középpontjába a közpénzköltési rendszer mondjuk az elmúlt egy-két évben a visszaidézhető adat, hogy amikor már valószínűleg erősen kormányváltásra készült Orbán Viktor ellenzéki vezérként 2007-2008-ban, akkor még ugye elég sűrűn olvasta és idézte is a Transparency International Magyarországnak a különféle elemzéseit, akkor még arra használta ezeket, hogy az akkor szocialista, szabaddemokrata összetételű parlamenti többséget, illetve kormányt ekézze. És az egyik ilyen ekézési terület, egy közbeszerzésekre vonatkozó kutatásunk volt, még 2008-ban, amikor azt állapította meg egy vizsgálat, hogy a közbeszerzéseken akkori áron számolva, nyilván ez egy kutatási beszélés volt, kb. 200 milliárd forint folyhat el éves szinten. Ma már úgy gondoljuk, hogy Orbán Viktor akkor ezt elolvasta, és arra gondolt, hogy ez amatőrizmus, ezt professzionalizálni kell. Nem lehet engedni, hogy ilyen kevés legyen a lenyúlási aránya közbeszerzési piacon. Ez sikerült is elérni ezt a vállalását. Viszont nem igaz az, hogy a közbeszerzési korrupció vele indult volna igazán az útjára. ha megnézzük, hogy mondjuk mi történt a, mi történt a négyes metró beruházással, ami minden szempontból nagyon korrupt volt, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy valószínűleg a, a politikában meglévő szerzési szándék, a bírvágy csatlakozott, vagy találkozott egyfajta ilyen a, 2010 előtti kormányzása, ma már nyugodtan mondhatjuk, hogy slendriánsággal, hogy nem nagyon tudták, hogy hogyan lehet ezt a hatalmas beruházást megvalósítani. Ugye rálőcsölték az egészet a bkv re ahol ami a szolgáltató cég, annak volt egy ilyen négyes metrű beruházási projektirodája, és nagyjából azt sem tudták, hogy ki mennyit lopott már el ebből a beruházásból. Mindenkinek jutott belőle valamennyi. A K-monitor is Ilyen, ja, szögezzük le, hogy az asztalnál lévő egyetlen szervezetnek sem jutott, és mi a többes szám első személy használat elére egyetlen fillet sem ráadásul rá annyira az nem jutott, sem. hogy én nem csupán a szervezetek asztalánál ültem akkor, mert effektív a fővárosi közgyűlésben. És, Janus. ugye? Uh, és a négyes metró az nagyon-nagyon sok mindennek az állatorvosi lova volt az elmúlt 36 évből, onnan kezdve, hogy az egész megépítésének nem volt értelme, a kommunikációs és a lopási része eleve sokkal nagyobb volt a négyes metrónak, mint a haszna, amelyet a városi közlekedésben okozott. Ez, ez egyértelműen állítható ma már, de mondjuk, ha végignézünk az Európai Unió néhány nálunk, amúgy boldogabb közelmúltú tagországen, akkor látunk egy csomó olyan hidat, ami már kiszáradt folyók fölött vezet, autópályákat, amelyeken legalább annyira nem autózik senki, mint az M6-oson, <laughs> autópályákat, amelyek véget a semmiben. Ahol viszont hordani kellett <laughs> földet, hogy lehessen alagút rajta. Így, ez így van. Így van, tehát ezért ez nem egy magyar jelenség, hogy a közbeszerzéseket kihasználják, sőt, az sem magyar jelenség feltétlenül, hogy egyfajta... Legyen eufemizmus, hogy egyfajta patrióta gazdaságpolitika ö, szolgálatába állítják, tehát Ausztriában is azt látjuk, hogy azért a nagy autópályaépítések... Tehát valahogy mindig a hazai kedvenc ö, cégek ö, nyerik. Tehát ez azért ennyi, ennyiben nem magyar jelenség, és akkor a másik az, ami ehhez hozzátartozik, hogy nyilvánvalóan, hogyha mondjuk gyümölcskosarat akarok vásárolni, arra rengeteg vállalkozót fogok tudni találni. Azért értelemszerűen egy útépítésnél, egy nagyobb építési beruházásnál azért nem lehet egy olyan versenyhelyzetet létrehozni, ami az ilyen közgazdasági tankönyvek szerinti ideális, ahol végtelen számú ö, olyan pályázó van, Tehát aki alkalmas ennek az elkészítésére megfelelő minőségben. Ja. Itt nyilván egy egyensúlyt kell valahogy ö, találni rá annyi Ausztria az annyira, hogy ezt egy régebbi podcastünkben Esztertől már kérdeztem, hogy tudja-e, hogy 2010 előtt hogy emlegette Kövér László az akkori egyik kormánypártot, és Strabag Demokraták Szövetsége volt a megfejtés, amely Strabag azután az egyik főbeszállítója, partnere és ivó cimborája lett a Nemzeti Együttműködés rendszerének. De ne legyetek ennyire, hogy is mondjam, megértőek, ez az én szerepem, hogy árnyaljam, és hogy elmondhassák a kommentelők, hogy a Fideszes Hon már megint uh, mit csinál. Várj, akkor had. én gyorsan-gyorsan mondok hát, egy kis élményt, igen. egy tanulmányt olvastam pont a napokban, amiben azt vizsgálták többek között, szavakra kerestek rá a közbeszerzések, és ez alapján ugye a statisztikát létrehoztak, illetve mellette vizsgálták a sajtót. De hát ugye nehéz volt a dolgok, mert egy viszonylag nagy időintervallumot fogtak át, és ebben hát az újságok jöttek, mentek meg, megszűntek, meg létrejöttek, tehát egy kicsit nehéz volt folyamatában vizsgálni ezt az egészet, de végülis az origót többek között végignézték, meg a magyar nemzetet egy ideig, és megállapították, hogy a tulajdonos váltásig jelentős központi szerepet töltött be a közbeszerzés, mint olyan ez a téma, és amikor meg volt a tulajdonos váltás, akkor ez így meredekel lezuhant, és akkor onnantól kezdve meg már egyáltalán nem volt téma. Úgyhogy hát tessék akkor a kérdésedre módol, 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 szóval merlepős, Jó, csak azért, mert itt tényleg az van, hogy a Ausztriát, ha szóba hoztad, Ausztria a háború óta az egyik legkorruptabb ország az Unióban. Nagyon sok szempontból is az egyik leggazdagabb. De ezt a beszélgetés egy későbbi én el fogom mondani, mert itt vannak különböző funkciók. Értelemszerű, hogy a politikának van egy célja. Ezek a célok egyrészt lehetnek magáncélok, de lehetnek legitim célok is, még akkor is, hogyha mondjuk a jó erkölcsbe vagy az éppen hatályos jogszabályokba ütköznek. A politika már csak ilyen. Van egy célja ugyanakkor a sajtónak, amelyik próbálja átlátni a helyzetet és ezt közzétenni, van célja pedig a folyósítóknak, ezek lehetnek magyar adófizetők, meg európai adófizetők. Mégis azt látjuk most, és akkor az utóbbiról, a harmadikról beszéljünk, az első kettőt azt meg be fogom hozni én később, hogy 2010-ig, vagy 10 valahányig hiába voltak ö, problémák a, a közbeszerzésekkel, hiába ö, tornyosult fel ö, rengeteg olyan kérdés a közbeszerzésekkel kapcsolatban, amely válaszra várt volna és nem kapott, mégis az unió részéről és aztán ennek következtében a magyar állam részéről lépések, amelyek kifejezetten a közbeszerzésre és azon belül pedig az uniós pénzek elköltés adkoztak, azok tavaly születtek meg. Na most, hogyha azt mondjuk, hogy mindig zavaros volt ez a helyzet, akkor ugye a kormány álláspontját erősítjük meg, amelyik azt mondja, hogy loptak ekkor is és akkor is, és érdekes módon akkor az Unió nem várta el azt, hogy az integritás hatósághoz hasonló szervezetet állítson fel a Magyar Állam. Igaza lehetne a kormánynak, hogyha a beszélgetésünk első részéből ezt a következtetést szűrte volna le? Nyilván a magyar politikára jellemző egyfajta sérelmi sértettségi érvanyag. Most éppen az a fő sérelem, hogy nekünk miért nem lehet, ha mindenki másnak oly sokáig szabadott volt. Tehát, hogy ez a tipikus kamaszgyerek érvelés, hogy azért van annyi intőm meg egyesen, mert egyébként rám pikkelnek a tanárok. Tehát, hogy mindenki más rágúzik az órán, nyomkodja a telefonját, késve ér oda, nincsen házi feladata, mégis mindig engem kapnak el. Tehát valószínűleg a magyar politikai vezetés fejében is az játszódik le, hogy loptak a portugálok, amikor csatlakoztak, loptak a spanyolok, amikor csatlakoztak. Az olaszok egyfolytában loptak, Ausztria nagyon korrupt. Nálunk meg mégis miért veszik észre? Hát valószínűleg azért... De miért mert... csak 2010 után pláne? Igazából a nagy pénzek után. persze döntően 2010 után kezdenek érkezni, tehát az igazán nagy, nagy adagú, nagy arányú pénzbeáramlás ekkor van, ekkor van mit ellopni, és ekkor van miért aggódni, de Orbán Viktor nagy pehje, hogy, hogy elfogyott a uniónak a türelme, meg rossz geopolitikai konstellációt választott, mert átragadt az ő politikai modellje, vagy annak egy része, vagy legalább törekvés szintjén ez a modell Lengyelországra is, és Lengyelország nagy meg látszik és eltűnt a nagy német védőernyő. Ugye az osztrák politikára, meg gazdaságra szokták azt mondani, hogy a proporciállam ezt, hogy olyan jól megértette egymást mindig az ellenzék és a kormányerő meg a k -und -kát fordították sokszor úgy is, hogy Kádár und ki, tehát hogy volt egyfajta ilyen sógorkoma barátság, de azért a német szövetségi szintű kormányzás is nagyon jellemző volt, hogy tök mindegy, hogy szocdem vagy, vagy kereszténydemokrata, azért alapvetően itt a köztes európai beruházások tekintetében a német gazdasági érdekek dominálnak. És ez, ez valamikor 2020 utára kifullad. Ez már nem tartható. Hiába kap óriási engedményeket a Magyarországon a, a német beruházói kör, főként ugye az autóipar. Ennek ellenére egy ponton túl a lopásnak ez a nyílt, és, és már még csak nem is szégyelt mértéke és formája, ez szemet szúr, ez nem megy tovább. Hogy azért mennyire ébredt a tudatára a bizottság, meg az Európai Unió annak, hogy itt mi történik, azt én azért nem tekintem olyan óriásira hatékonynak, mert hogy a K-monitor, meg a Transparency International Magyarország pontosan 10-12 éve tolja azt, hogy itt nagyon súlyos lopások vannak, és az Európai Unió asszisztál a pénzügyi támogatással ahhoz, hogy kiépüljön az új magyar arisztokráciának nevezett ö, ö, korrupt osztály, tulajdonosinak nem mondanám. 2022-ben egy kicsit későn ébre. már föl. Azért előtte is megfigyelhettünk olyan dolgokat, hogy például a közbeszerzési törvény több ízben módosították, Korábban is az Európai Unió kérésének megfelelően, amikor bizonyos ilyen sittes eljárásfajtákra azt mondták, hogy ezt azért uniós forrásból finanszírozott beszerzéseknél ezt lehetőleg nem ne alkalmazzuk. Ugye ez a ez ilyen volt például, ami még most is elég elterjedt a nemzeti forrásból megvalósuló beszerzések között. Ez az úgynevezett KBT 115-ös eljárás, amikor lényegében verseny nélkül öt ajánlattevőt felhívhat az ajánlatkérő. Majdnem, hát nem mondanám, hogy itt minden ilyen beszerzés ez feltétlenül lezsírozott, de hát azt hívja meg az ajánlatkérő, akit akar, alkalmatlan szereplőt is lényegében meghívhat, meg lehet beszélni, hogy beadom a pályázatot, nem adom be, kiadja be. Tehát itt azért sokkal nagyobb terepe van az összejátszásnak. Azért ezt már régóta kérte az Unió, hogy azért ezt, ezt a fajta megoldást, ezt lehetőleg uniós pénzből ö, ne csináljuk, és több ilyen több ilyen beszerzési eljárási forma is van, ahol már korábban szóltak. Visszatérve az eredeti kérdésedre, és egy kicsit csatlakozva a Miklóshoz, azért azt gondolom, hogy a közbeszerzések azért is kerültek itt különösen a látókörbe, mert van egy olyan mutatónk, ez az egy ajánlatos beszerzések aránya, amire a bizottság így nagyon jól rá tudott mutatni, hogy ez a úgynevezett public market scoreboard arapján, ebben Magyarország nem áll valami fényesen. Igen, vannak olyan eljárási formák, ahol majdnem 40 ajánlat minden százból, majdnem 40%-os volt az egy ajánlatosságnak a terepe. Az érdekes volt, hogy ezt a kormány vállalta csökkenteni 15% alá, mert elvileg a kormánynak erre nincs közvetlen ráhatása, hiszen itt azt választja a kormány, annak a teljesítését vállalja magára a kormány, hogy hány ajánlat ajánlattevő lesz, amit elvileg nem tud befolyásolni, hiszen ha tudná befolyásolni, akkor a verseny nem lenne tiszta, így mondhatnám azt is, hogy felvetődik a kérdés, hogy ezek az ajánlattevők korábban mennyire voltak tudatosak és függetlenek a Ráadásul ugye már nem csupán arról van szó, hogy az ajánlattevők helyett tett ígéretet a kormány, hanem nagyon sok esetben a kiíró az egy ajánlatos pályázatoknál nem a kormány maga vagy a kormány alá rendelt szervezetek, hanem például önkormányzatok, illetve egyéb bevont szervezetek a közbeszerzési törvény hatája alá. Nyilván azt tudni kell, hogy a legnagyobb közbeszerzési megrendelő az önkormányzati szektorból jön. Ez nem olyan látványos, mert ugye az önkormányzatok nem építenek autópályát, de építenek kisebb utakat, meg építenek közterületeket, és ez mind nagyon jól szolgálta azt a az általam gyakran csak nemzeti maszlagnak nevezett narratívát, hogy ugye épül az új tulajdonosi osztály. Ez egyfajta helyen meghirdetett politikája volt 2009-10-től a Fidesznek, hogy nemzeti bajnokokat kell teremteni, de igazából Magyarországnak valószínűleg csak két-három Önerős nemzeti bajnoka volt a, a, az OTP-n, a Molon, meg valószínűleg a Richteren kívül nem nagyon lehet ide mást besorolni. Ezek léteztek nyilvánvalóan a 2010-es uralomváltást megelőzően is, és még sok helyig létezni fognak. És az utóbbi időben azt látjuk, hogy nagyon nagyokat akar építeni a kormány, mármint nagyon nagy vállalatoknak a létrejöttét támogatja szabályozási, meg hatalmas összegű közpénz eszközökkel, közpénztámogatásokkal. Ugye a, a 4IG már akkorára van fújva, az nem is lufi, hanem nem is tudom, hőlékballon, és, és létrehozták ugye a Budapest Bank, az MKB és a Takarékbank Bank alapjain az ellen OTP-nek szánt magyar bankholdingot, mind a kettőben hatalmas összegű állami pénzek vannak. Korábban inkább az volt jellemző, hogy történetesen véletlenül éppen az építőipari szektorban gazdagítottak meg cégeket, ugye Mészáros Lőrinc és Szíj László a két legmaradandóbb gazdagodás ezen a területen akiknek azonban az étvágya most már sokkal szofisztikáltabb iparágak felé is elfordult. Hát ugye Mészáros Lőrincnél nehéz lenne megmondani, hogy miben nem tulajdonos ebben a pillanatban. De most már a telekommunikációs, a pénzügyi, banki, turisztikai területek is nagyon érdekesek az új arisztokrácia számára. Egyébként, ha már feljött korábban a Strabag, amelyik nagyon jól érzi magát minden rendszerben, akkor azért az fontos elmondani, hogy nyilván ez sajátosság ennek az úgynevezett új arisztokrácia építésnek, hogy azok az állítólag nemzeti cégek, amelyeket létrehoznak, azok nem cégek, mert nem piacról élnek és nem tőkét halmoznak fel, és nem igazán nemzetiek, mert hogy nem nagyon fektetnek be ide-haza, a pénzt egyszerűen csak felhasználják kivétként. Viszont megmaradtak a régi szereplők, a 2010 előtti szereplők, a Kolasz, a Strabag, a Hochtief, a Svitelszky, ezek itt vannak, nem vesztették el a piacukat, nem szorították ki őket, valószínűleg a marzsnak a növelésével, a korrupciós járadékkal ö, megemelt piaci költségekből gazdagodnak meg az oligarchák, és egy másik sajátosság, nem vitatva, hogy a német, vagy az osztrák, vagy az olasz, vagy a francia építőipari piaca a, a Gründungszeit idején, a 60-as, 70-es, 80-as években velejé korrupt lehetett, de azt el kell ismerni, hogy a végén és ez lehet, hogy iszonyatos ár volt, amit nem kívánna a Transparency International Magyarország megfizettetni a hazai adófizetőkkel, olyan cégeket tudtak kitermelni, amik mégiscsak eljöttek versenyezni külpiacokra. Ezzel szemben mondjuk a 2010 és 2015 közötti örökbajnok közgép, az hiába állt mögötte az az érvanyag, hogy meg kell izmosítani idehaza, hogy versenyképes legyen külföldön. Amikor bezárult 2015-ben a, a a, a, magyar piac számára nem ment el sehol versenyezni. Nem, nem látjuk, hogy akkor a magyar piac elveszítése után most Csehországban, Lengyelországban és, és Olaszország északi részén próbálna tarolni. Ezek nem igazi cégek, ezek csak pénzlefülőző helyek. Bocsánat, egy pillanatra visszakanyarodnék még, hogy mennyire tudjuk befolyásolni, vagy nem befolyásolni, vagy a kormány mennyire tudja, vagy -e akkor önkormányzati szinten, vagy a kírói szinten, hogy mennyi ajánlat érkezik, hát azt nagyon is be lehet tehát hogy ez befolyásolható, ugyanis azt én kiírhatok úgy egy pályázatot, hogy arra tud hogy csak egy cég fog jelentkezni, vagy csak egy, vagy lehet, hogy egy se lesz. Annyira, annyira szigorúan határozom meg a feltételeket, hogy a végén senki sem indul, ugye erre is most pont volt egy példa Budapesten, meg hát nyilván több helyen, csak ebbe futottunk bele, de hogy, de hogy ennek pont az a lényege, hogy most mondjak egy példát, hogy el lehet intézni azt, hogy egy keret megállapodást egyetlen szereplővel kötök meg, és onnantól kezdve tíz kicsi megbízást adok neki a jövőben, amire egyébként pályázhatott volna még egy csomó kisebb cég, mert azok ilyen fejenként, mit tudom én, egy milliós projektek lennének, viszont az egy nagy, egy milliárdos keret megállapodása nem fog tudni jelentkezni, az a sok kicsi cég, és már is elértem, hogy csak egy pályázó lesz meg egy nyertes. Hát nem beszélve arról, hogy ami ennek a leg szebb része ennek a történetnek, hogy a kicsi cégek, azok nagyon sokszor ugyan, ugye elvállalkozóként besegítenek az egyedi megrendelések során, hogy tulajdonképpen, mint adófizető állampolgár, itt annyit és valószínűleg ők a pénzüknél is maradnak. Még, még nekik is egyszerűbb, nem kell részt venniük ezen a bonyolult közbeszerzési processzen, nem kell ö bonyolult ajánlatot tenni, hanem egész egyszerűen a nyertes keretszerződés nyertesének számláznak be. Itt ami történik, az az, hogy az állam az így többet fog rekölteni. Tehát így, hogy nekünk, mint adófizetőknek ez abszolút rossz, tehát így meg van emelve, tehát hogy többet fizet egy ilyen keretszerződésért az állam, mint amennyit akkor fizetne, hogyha valószínűleg az, az egyes projekteket meghirdetni az alvállalkozók között. És ez, ez egyébként azért is fontos téma szerintem, mert ez ö, nagyon elterjedt. Igen. Tehát ez nem, nem egy ilyen absztrakt, bedobott dolog, hogy ez ilyen is létezhet. Ez van, ilyet látunk, és ö, konkrét piacok vannak, lényegében okay. egy. Ö, ö, szolgáltatási piacok vannak így egy kézbe adva, egy vállalkozó csinálja őket, már se tudod eldönteni igazából, hogy az, ez egy ilyen állami cégnek számít. egy Balázs gondolsz? Igen. 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 Nem, én most a Balázs gondoltam, Igen. de... A, kommunikáció az nagyon, nagyon nagy mértékben van ennek kitévés. Hát akkor persze, bár nem közbeszerzési téma, de izgalmas lenne a közbeszerzés alól kivett területekről beszélni, például jogi szolgáltatások nem közbeszerzés kötelesek, és Látszik, hogy melyik ügyvédi irodák az állandó beszállítói a kormány. Ah, de azt nem tudom, az szembe jött a veletek, nemrég írtunk róla, de lehet, hogy nem találkoztatok a cikkel, hogy a miniszterelnökség kiírt közbeszerzési szakértőket keresett, egy jogsértő közbeszerzési kiírással sikerült nekik nem megugrani a le. egyszer, legalább tudjuk, hogy miért kerestek szakértőket, mert hogy nem tudtak egy olyan kiírást írni, ami lehet volna jogsértő, úgyhogy ezért miután az egyik pályázó az jelezte, hogy hát itt problémák vannak, akkor ezt eredményt enni nyilvánították, vagy bocsánat, még visszavonták még a határidő előtt, és aztán újra kiírták újra ugyanúgy, Úgyhogy ez most folyamatban van. Az integritás hatóság ezt megpróbálta megakadályozni, ugye a közbeszerzési bizottságnál, de mivel nem volt benne érintett, ezért tehát elutasították, úgyhogy megy tovább ez most. Úgyhogy továbbra is jogsértő módon keresnek közbeszerzési szakértőt. Ha már itt tartunk, ez ilyen szép zárójeles kör ez. Ha már Balázsi Gyula cégei szóba kerültek, az, hogy mi történt a közbeszerzésekkel, és hogy mennyiben eső utáni köpönyeg már a a szempontjából, azt mondjuk jól mutatja az ő példája, amikor média a fővárosi önkormányzatnak pályázatot kell kírni, azt nagy valószínűség szerint ők fogják megnyerni, lévén a szakembereknek a döntő már ott dolgozik. bezárva, majd aztán visszatérünk ide, úgy akartam kezdeni Miklós előbb, hogy na, akkor most vitatkoznék veled, de aztán olyan szép hosszan beszéltél, hogy hogy a, ez egyetértésnek a fázisába is eljutottál, mert mint azzal kapcsolatban, amikor nemzeti moszlagról beszéltél, én ezt egyáltalán nem tartom valamiféle ördögtől való célnak, mondjuk nemzeti burzsúázia kialakítás az általad felsorolt cégek közül, például az OTP sem került más, máshogy magántulajdonban a 90-es évek közepén, mint állami döntéssel, ráadásul a hivatalban lévő pénzügyminiszter szándékaival ellentétben. A problémát abban látom, és ez egy kicsikét más megvilágításban helyezi az Uniót is, hogy pont abban látom, amire aztán te utaltál, amiben szerintem egyetértés van, hogy ezek a feltőkésített cégek azután regionálisan sem versenyképesek. És még pedig azért nem versenyképesek, mert a, a megmérettetésnek a különböző fázisai ki vannak kapcsolva az ő működésükből. De az Uniónak szerintem nem ez a baj az egészen, Alapvetően Ormán Viktorral és a kormányjal van problémája. Mondom, én még azt is legitim célnak tartanám, hogyha valaki tényleg azt gondolja, hogy jöjjön létre egy új elit semennyiben nem különbözik másoktól. Ha már az origó szóba került, az origó mögött ugye a Deutsche Telekom üzlete állt a magyar kormányjal, és az egy kormányzati gerincvezeték megrendelés volt az alapja, amelyiken kicsikét zsírosabb falat volt, mint hogy fenntartanak-e egy lapcsaládot. Szóval simán abban az esetben az érdekükbe esik. Nekünk, magyaroknak, a magyar gazdasággal, közélettel foglalkozó embereknek lenne az fontosabb, hogy valami amivel versenyképesek beklegyenek az oligarcháink. Hát, azt nem vitatja senki, hogy a, a, az OTP és meg egyébként a MOL is állami nemzeti tulajdonból került maga, magántulajdonba. Azzal lehetne vitatkozni, hogy a rendszerváltást kísérő követő privatizáció az indokolt volt-e, jogszerűen zajlott-e, társadalmi hasznot hozott-e vagy sem. Azt nehéz vitatni, hogy a MOL meg az OTP, amelyek a lebontott állami tulajdon után megmaradtak tőzsdei magántulajdonban, azok ne lennének a maguk területén aktív piaci követelményeknek is megfelelő versenyző szereplők a régió egészében. Ennyiben tehát az a magánosítás sikeres volt, független attól, hogy mondjuk Bokros Lajos annak idején azt szerette volna, hogyha az OTP döntő hányada egy intézményi befektető kezébe kerül, tehát hogy eladják, mint ahogy a többi kereskedelmi bankot. Ehhez képest maradt ez a tőzsdei típusú privatizáció az osztott tulajdonosi szerkezettel. Sose fogjuk megtudni, hogy hogyan jártunk volna jobban. De szemben a 2010 utáni teremtésekkel ez a ez az 1990-ben kezdődött teremtési szakasz, ez mondjuk legalább kettő-három működőképes, regionális szinten versenyképes piaci szereplőt létrehozott, míg a 2010 utániaknak a működő képessége, hát lehet, hogy idővel elválik, de idáig nem nagyon mutatták a, a, a regionális fogakat és karmokat versenyképességi szinten, tehát ez egy, ez egy elvetélt és nagyon drága kísérletnek tűnik. Jó, de erre mondtam azt, hogy ez a, ennek a fajta monitorozása mi érdekünk lenne, az Uniónak szerintem itt alapvetően mások a céljai. Szerintem, ha már szóba hozod a 95-ig terjedő időszakot, tényleg ez egy, egyik legszabályozatlanabb időszakban kelt el a magyar állami vagyonnak a legnagyobb része. Erre egy ellenkező politikai tábor reprezentánsa mondhatja azt, hogy elnézést kérek, mi akkor most kiegyenlítenénk a viszonyokat. A szomorú az, hogy néhány heroikus, ám félbehagyott vállalkozással, vállalkozás ellenére, mert a vállalkozás alatt most nem üzleti vállalkozást érnek, hanem az, hogy valaki neki fog feltárni azt, hogy mi történt a spontán, majd aztán a privatizáció időszakában Magyarországnak, ki voltak a nyertesei. Nincsen erre egyébként egyértelmű megnyugtató válaszunk, térképünk, bármi másunk. Ti viszont neki kezdtetek most egy olyan felmérésbe, ami, ami láthatóvá tenni, teszi talán azt, hogy kik az új vagyonelosztásnak a nyertesei közbeszerzési téren. hát annyiban nem volt meglepő az első tenderbajnok kutatásnak az eredménye, hogy hát igazolni tudtuk, hogy a 2018-2020-as periódusban Szíj László és Mészáros Lőrinc érdekkörébe tartozó cégek együttesen, mint egy 1500 milliárd forintnyi közpénzből származó döntően közbeszerzésen elért megszerzett vagyonnal gazdagodtak, tehát iszonyatosan nagy arányban részesülnek közbeszerzésből. Az egy egyfokkal izgalmasabb réteg az az, hogy az ő cégeiknek a az életében, a jövedelem szerkezetében mekkora arányt képvisel a, a közpénzbevétel. És ezért állítjuk azt folyamatosan, hogy ezek igazából nem versenyképes, vagy legalábbis annak az ígéretével rendelkező piaci vállalkozások, mert ha egyszer valaki kivonja belülük ezt az iszonyatosan nagyarányú közpénztranszfert, ha megszűnik az az automatizmus, hogy ők a közpénzekhez úgy férnek hozzá, ahogy senki más, akkor valószínűleg kártyavárként dőlnek be, még akkor is, hogyha ma már mondjuk nincsen szükség olyan típusú trükközésekre a közbeszerzési hírással, mint a hőskorszakban 2015 előtt, amikor a közgépet úgy kellett helyzetbe hozni az autópályi hogy meghatározták, hogy, hogy 50 kilométeres sávban a kijelölt nyomvonalhoz képest mennyi aszfaltkeverő kapacitással rendelkezik, mondván, hogy az aszfalt az korlátozottan szállítható termék, és hát pont a közgépnek voltak ott aszfaltkeverő állomásai, és az csak évekkel később derült ki, hogy igazából ez teljesen irreleváns volt, mert bőven elég lett volna az aszfaltkeverő kapacitással, akkor rendelkezünkkor amikor odaér az építkezés, de hát ők ugye előre tudtak mindent. Ma már a referencia követelményeknek, mivel óriásira növelték ezeket a cégeket, és nagyon sok szakembert le tudnak húzni, ha másért nem, akkor azért, hogy ne dolgozzon a konkurenciánál ezek a cégek az előírási követelményeknek akkor is megfelelnek, ha nincsen rájuk trükközve, rájuk szabva a kiírás, a tenderbajnoknak az újra számolt, frissített adatokkal közzétett második kiadása az egyébként 24-én, tehát jövő csütörtökön kerül nyilvánosságra egy bemutató konferencián, és akkor majd kiderül, hogy ki lett a 2022-es időszakig terjedően a legeredményesebb a közbeszerzési álversenyben. Meglepetés? Nem spoilerezem el. <laughs> Tender Studies. De amúgy azért annyiban visszatudnék ehhez ö, csatlakozni, hogy, hogy azért az alkalmassági követelményeknél, pont azoknál a típusú szerződéseknél, amit az Eszter is említett, ott egy ezt a világ legegyszerűbb dolga a végtelenségig csinálni, mert egész egyszerűen megírod azt, egy olyan, az előző közbeszerzés mondjuk egy ajánlatos volt, vagy egy, egy értelmes pályázó jött be, és következőnél megkérem azt, hogy legyen egy referenciája 3 milliárd forint értékű munkáról ugyanebben a körben, és akkor hopp, már már nincs is ott senki. Hát, és ez ö, ilyen szinten, mert ezért elég sok helyen így eléggé leszükült a piac, tehát nincs az, hogy akkor akár ki, be tudsz szállni. És mondom, még azok, nem is egy autópályaépítésről beszélünk, ahol tényleg ezért így be lehet fogadni évpészel, hogy ehhez ez kell tőke, hanem olyan dolgok vannak egy egy-egy közbeszerzésbe, keretszerződésbe belesűrítve, amihez igazából azért nem kéne feltétlenül egy akkora tőke, alkalmasság, referencia, stb. Na ezért óriási probléma, hogy nekünk nincs egy keményöklű közbeszerzési felügyeleti rendszerünk, hogy megmondanám mondjuk a hatóság, hogy kérem szépen az egy darab három milliárdos referencia, az pont ugyanolyan jó, mint két másfél milliárdos, vagy három egy milliárdos, és akkor rögtön kinyílna a piac, mert most a közbeszerzési hatóság, amelyik valószínűleg az egyik legdurvábban ejtett, legdurvábban napi politika vezérelt intézményünk, az azt játsza, amit a, a kampányfinanszírozás és a pártköltések területén évtizedekig tolt az állami számvevőszék, amely ugyan joggal kritizált, hogy rosszak a szabályok, de egészen addig, amíg a hatalom számára kényes és kritikus ellenzéki kísérleteket, mint amilyen a jobbik 2017-es őklopnak, lopnak, amíg ti dolgoztok plakát kampánya volt, vagy éppen a a Márkizai Péter vezette ellenzék ha, hátországi holdudvari finanszírozása 2022-ben, amíg ezek az ügyekben nem jöttek, egyáltalán nem volt képes a számvevőszék arra, vagy nem volt hajlandó, hogy a tényleges piaci árakat összevesse a pártbeszámolókkal, a kampánybeszámolókkal. A közbeszerzési hatóság is most ezt a trükköt adja elő, hogy de ő nem lát a, semmit. De, de ez egyébként ráadásul kudarc volt, mert... Ö, ö, és hogy hogy, hogy, oldottak meg az, is, hogy oldottak meg, az is roppant tanulságos, de hát olyanokkal vetette össze az állami számvevőszék a pártköltéseket, amelyeknek igazából nem volt piaci ára. Nincsen olyan hazugság, hülyeség, hogy plakát helyeknek van időszaktól független listára. Nincsen. Én erről órákig hajlandó lennék vele vitatkozni, hogy van-e vagy nincsen. Elvinni ennek a podcastnek a teljes tartomát. Igazából mi 2014-től mondtuk, hogy ha, ha van listár kötelező alkalmazni, ha kedvezményt adnak belőle, akkor tök jó, csak ugye egy épp a Fidesz többség által megszavazott kétharmadós módosítóval elfogadott pártörvényi szabály értelmében a kedvezmény, amit a listárból adnak, az tiltott támogatásnak számított. Tehát, hogy bármelyik irányból néztük, mindenképpen jogellenes, és a tiltott támogatás vonalat, az ÁSZ az teljesen kitakarta a saját, nem tudom, radar radarképernyőjéről egészen 2017-ig, amikor a Jobbiknál megállapították, hogy a, a, a létező listárból, létezik-e vagy sem, ki tudja, kedvezményt kaptak, ami tiltott támogatás. Amúgy én korrigálom érted. magam, nem vitatkoznánk órákig, egy mondattal el lehet intézni, politikai szereplő nem hirdethet óriás plakáton. Kész, pont. Ha mondandója van, akkor mondja el a parlamentben. Nem kell üzenni a plakátokon, a plakátokon szerepeljen az, hogy hol olcsó a hús, meg hol jobb autóalkat részt vásárolni. Bocsánat, kicsit visszaterelni ja. a témát, ha nem haragszatok a, a közbeszerzésekre. közbeszerzésekre. A plakát az közbeszerzéses tárgy. <laughs> Dehogy a Igen. közbeszerzési hatósága nekem is pont mondtam, még mielőtt itt elkezdődött hivatalosan a műsor, kalandomat, hogy hát amikor ugye megvizsgáltuk egy közbeszerzési szakértővel, ugye a Töm 2002 Kft-nek a, a, tendereit, amiket ugye szintén ezekkel a meghívásos tenderekkel nyert el, akkor ugye a cikk után mi jeleztük is, ezt rögtön beadtuk közérdekű bejelentésként az integritás hatóságnak, illetve a közbeszerzési hatóságnak, ahonnan hát ilyen nem hivatalos forrásokból visszajött, hogy hát hát, hogy nagyon jó, hogy ez be lesz jelentve, mert hogy ők hiába hozták létre az anonim bejelentő rendszert, ami annyira anonim, hogy egyébként regisztrálni kell névvel, meg e-mail címmel, bezárva, de hogy hiába hozták létre, hát senki nem akar bejelenteni semmit, és hogy ez milyen rossz, mert azóta nem nagyon jött semmilyen információ nekik, pedig hát ugye ez alapján ők elkezdenének vizsgálódni. És hogy hát nem mondjuk azt, hogy mi helyettük dolgozunk, mert ugye mi itt ezzel egy egész komoly munkát szerintem elvégeztünk ezzel a statisztikával, mert hogy ők ezt nem is tehetnék meg, ugye amit te is említettél, Miklós, hogy ők egyesével megnézik az adott tendert, hogy az rendben van-e, volt a -e megfelelő számú ajánlat, minden rendben volt -e a kiírása, minden jogszerű volt, és hogyha igen, akkor köszönjük szépen, ez így rendben volt. De ők összefüggéseiben nem vizsgálják, hogy most kiindult ugyanazokon a tendereken, van-e bármilyen ismétlődésre, ezekről ők nem figyelnek föl, mert ez nem a dolguk ezt vizsgálni, úgyhogy erre nekik nincs lehetőség. De ha valaki bejelenti, akkor megvizsgálják. Úgyhogy mi is azt a visszajelzést kaptuk, hogy ezt a cikkünk után tett bejelentést, akkor érdemben fogják vizsgálni. Egyrészt tovább küldték a gazdasági versenyhivatalnak, hogy ott is lefolytassák a vizsgálatokat, amiben én nem hiszem, hogy olyan sok reményünk lehet, de hát mi meglátjuk, illetve a másik az, hogy ők maguk is alaposabban ki fogják vizsgálni, tehát ez igénybe fog venni némi időt. Tehát, hogy ők maguktól nem, de ha valaki bejelentek, akkor nagyon szívesen. Nem, nem akarnak, akar... Csak... hogy bocsánat. Csak még mielőtt folytatott tovább, mint az Eszter mondott, csak hozzunk képen mindenkit, adom 2000 ez egy konkrét város hajdú böszörménynek a közbeszerzései viszonyait tükröző cikket csináltatok, amely egy ilyen jól lerajzolható érdekháló, amely átszövi a várost. Magát. Ö, hát nem csak Igen. a város, mert az, az tény, hogy a helyi cégek függőségi viszonyban állnak, de én pont azt mondtam az előző, amikor erről beszélgettünk, akkor is hogy én szívesen ki is vonnám akar ebből a politikát, és csak a statisztikát, meg az adatokat nézném, hogy hogy lehetséges az, hogy egy céget egy matematikai képtelenség, hogy ennyiszer meghívjanak -e egy helyen, felkérjenek ennyiszer egymás után, és azokat még meg is nyerje. Tehát, hogy egyszerűen, ha tényleg válogattak volna azokból a több száz cégekből, akik alkalmasak lettek volna a feladatra, nem lett volna matematikailag esélye arra, hogy felkérjék. Ehhez képest felkérték, és mindig meg is nyerte. Nyilván ugyanazok a cégek indultak, többségében ellenes, stb. 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 Ezt ugye már megbeszéltük a múltkor is, eltalálják a becsült értéket szinte forintra pontosan. Tehát, hogy vannak olyan pontok, amiből jól látszik, hogy itt valószínűleg rendszert szintű, Korrupció van, ugyanis nem mindig a hajdubösömennyi önkormányzat volt a kíró, hanem a Debreceni egyetemen át egy csomó állami meg önkormányzati szerv. Én arra a témára mennék vissza, de nem nyitnám ki nagyon, most ezt Miklósnak mondom, mert lehet, hogy ez megint olyan, hogy benyomunk egy gombot, és elkezd <laughs> árulni a De ugye ezt azért én itt kiemelném, hogy beszéltél a közérdekű jelentő rendszeréről, a Közbeszerzési hatóságnak, és van egy ilyen anonim csetjük, meg lehet ö, közérdekű bejelentést is tenni náluk. De ugye alapvetően ez az egész intézmény, ez a whistleblowing angol bevet nevén, ez azért ar arra van kitalálva, hogy te úgymond insider információt adjál át a hatóságnak. Tehát ugye ott vagy, ott dolgozol, a tudomásodra jut valami, akkor ezt ezen a csatornán keresztül jelenteni tudod. Ehhez képest a döntőbizottsághoz, vagy a hatósághoz, közérdekű bejelentések formájában eljutó információk, ami alapján ők eljárást is kezdeményeznek. És ez nem egy olyan kicsi arány, tehát a legtöbbnek megtalálják az alapját. Az, az, olyan adatokra épül, amik egyébként az interneten nyilvánosan elérhetőek, csak baromi aprólékos munkát kell végezni az újságíróknak, a civil szervezeteknek, az érdeklődő állampolgároknak ahhoz, hogy felfejtsék a mintákat. Tehát ami itt egy ilyen óriási probléma, hogy nincsen egy ilyen kockázat, egy automatikus kockázat elemző rendszer, amit egész egyszerűen ezekre az egyébként tényleg nyilvánosan elektronikus formában meglévő adatokra így bárki ráeresztene, és látni lehetne a korrupciós mintázatokat, az integritási kockázatokat, és ami kidobná azt, hogy hol van, még milyen jellegű visszaélések vannak. Az integritás hatóság egyébként ő, ők le is írták a jelentésükbe, hogy ezt maguk is nagyon hiányolják, hogy hogy, hogy ilyen legyen, de az adatok közé, ez egyelőre tényleg nem történik meg abban a formában, hogy ezt egy, egy ilyen automatikus elemzésnek alá lehessen vetni. Most az LKR-re, hogy megújult, nem tudom, hogy ez mennyire lett alkalmasabb, mert azt mondja, hogy a tervez, az, ugye az elektronikus eredménytájékoztató adatokkal, ugye két probléma van, az adatok nem tiszták. Ez yeah. azt jelenti, hogy körülbelül még az adószámok sem egységes yeah. formátumban yeah. kerülnek közétételre amikor az integritási hatóság elkészítette ezt az éves integritási jelentést, akkor ott jelezték, hogy amúgy így szeretnék, hogyha egy egységes formátum lenne, és akkor erre az volt a kormány válasz, hogy hát ez így, ne, így nem lehet, mert hogy, hogy ők hogy jönnének ahhoz, hogy átírják az ajánlatkérő által megadott formát. Tehát, hogy amit az ajánlatkérő a hirdetményben leír, az így szentírás. Ugye itt nem csak a hirdetmény, tehát ebben az eredménytájékoztató hirdetmények adatai benne vannak, viszont van egy csomó olyan közbeszerzési dokumentum, ami ugye elérhető az EKR-en, pdf-ben letölthető, bogorázhatod, ha, mm. ha jó kedved van, és so az, ilyen, mint az összegzés, az ajánlatok elbírálásáról, esetleg a közbeszerzési dokumentációnak bizonyos részlet. Ha valaki elég rámenős, sok ideje van, akkor ebből rengeteg információt ki lehet szedni, de ehhez tényleg idő-idő és megszállottság kell és mondom, a leg legnevetségesebb, vagy nem is tudom, hogy mondjam, az az, hogy ezekhez az adatokhoz egyébként a közbeszerzési hatóság sem fér hozzá elektronikus formában. Tehát nem az van, hogy ők így ö, ülnek egy rakás elektronikus adaton, amit így fel tudnának dolgozni. Ezek az adatok nem a közbeszerzési hatóságnál vannak, hanem a miniszterelnökségnek, a által irányított új világban profit szolgáltató KFT-nél ami egy tök más szég, és hozzá se fér a közbeszhatóság ehhez. Hát ez most folytattam az, hogy nem véletlen, mert ha hozzáférne, és elvégezni a kockázatelemzést, akkor letagadhatatlanná válna az, amit amúgy is tudunk, hogy, hogy itt mindenki térdig jár a korrupt közbeszerzésekben, és hát az egyáltalán nem lenne érdek, hogy valami statisztikailag is össze függő számadatokkal lehessen cáfolni a politikai narratívát a nemzeti maszlabról. Ugye ezek a hatóságok már nagyon sokszor bizonyították, most azokra gondolok, amelyeknek alapvetően a közpénzek szabályos és spórolós elköltése fölötti örködés lenne a feladata, hogy ennek a rendeltetésüknek nem nagyon tesznek eleget, ellenben a politika elvárásait általában pártállástól függetlenül hozzák. Ugye kényelmes a dolgú, 2010 óta nem nagyon kell a pártállás miatt aggódni, mert hogy egyféle pártállás létezik, de ennél sokkal többet is tehetnének, és sokkal keményebben is felléphetnének, ami talán még ennél is kiábrándítóbb, hogy de engem meg lehet ebben száfolni, mert hogy ugye ehhez nem annyira értek első kézi szakértelem hiányában, hogy egyébként a, a 2019-ig a nem túl nagy számú, de mégis létező ellenzéki hátterű önkormányzatok szabálytalan közbeszerzései sem nagyon karcologatták a közbeszerzési hatóságnak az érzékenységét. Ha jól tudom, 2019 után, amikor egy viszonylag nagyobb arányú ellenzéki jelenlét alakult ki az önkormányzatoknál, akkor az elkezdődött, hogy súlyosabb bírságokat kaptak ugyanolyan közbeszerzési szabálytalanságok miatt az ellenzéki kírók szemben a kormányoldali kiírókkal, De a simán kiderült, hogy mondjuk a, a, a akkor Fideszes fővárosi 9. kerület, az akkor és azóta is nem Fideszes Kispesti szintén kerületi önkormányzattal nagyon jól tudott összedílni vagy legalábbis ugyanazokból a vállalkozóból meríteni, és akkor elnézést kérek, ha bármelyik kerületnek a nevét pontatlanul vagy rosszul mondtam, tehát hogy ezek mögött, az állítások mögött most nincsen ezúttal kutatási adata részemről. Inkább azt akartam érzékeltetni, hogy, hogy nálunk a korrupcióban egyfajta nagy koalíciós elem, hogyha töredékesen, de még mindig jelen van, legalább abban a tekintetben, hogy a hatóságoknak a félrenézését akár ilyen alapon is el lehet érni. Szerintem emelkedő mértékig van jelen, és ez nem csupán a közbeszerzéseket érinti, de ezt most ne nyissuk meg, mert erről meg én fogok tudni egy levegővételen 45 percig beszélni. Térjünk egy kicsikét vissza oda, amit te mondtál arról, hogy Szíj László, Mészáros Lőrinc és a többiek mennyiben valós szégek, és mi történik akkor, hogyha kiveszed belőle a azt az arányt, amit a közpénzek jelentenek, illetve szűjjük ide bele azt a gondolatmenetet, amit Orsaja hozott be, nevezetesen, hogy nem is tudja, hogy ezek mennyiben cégek, már mint azok a nagy közbeszerzéseket nyerő vállalatok, amelyeket gyakorlatilag megtervezik a, az alvállalkozóikat, megtervezik azt, hogy minket mondnak. Hát ez a politikai kapitalizmusnak a, a, működési modellje. És mondom még egyszer, én tudok érvet emellett hozni, mert ha mondjuk azt látjuk, hogy 88-95-ig mi történt azokkal a vagyontárgyakkal, amelyeket akkor prioritizáció során megszereztek, akkor azt látjuk, hogy nagyon-nagyon rövid időn belül külföldi befektetőknek adták el nagyon nagy részét. Ez azért mindig jelent egy komoly kockázatot egy ország szempontjából, most itt vállaltan is folyik egy olyan struktúrának az építése, mely struktúra szerint ezek a állami pénzek, Magyarországot illető pénzek, azok tervezett módon csorgatják le kisebb helyekre is. Szerintem egyébként ez megtörténik, ez nagyon-nagyon-nagyon nagy, nagyon sok szempontból magyarázza a Fidesz sikerét is. Az is, amit te mondtál, hogy miért az új világ non-profit, pontosan az új világot te hoztad be, csak te csaptál le arra, hogy nem véletlenül. Szerintem ennek nem lopási oka van, hanem hatalomtechnikai oka van a tervezés miatt. Az én problémám az egészből az, tehát közös nevező talán így lehet, hogy szerintem ez hosszú távon a jelenlegi hatalom a lévőknek sem érdeke, és ez egy ilyen hajdúböszörmény szerű helyen látható elsősorban ki, amikor ez a fajta érdekháló eh, hoz össze eh, egy, egy települést eh, gyakorlatilag kiszolgáló üzletágat, abban az esetben az van, hogy neki még a gyereke sem lesz olyan, eh, hogy meg tudja állni a piacon a helyét. Hogy ezzel, ezzel mit lehet tenni, és hogy mondjuk például az integritás hatóság, amely kerekperec közölt, hogy bizonyos értékhatár alatt nem is vizsgál, mert az nem éri el a, a inger küszöbét, ez felhasználható-e mégis arra, hogy, hogy ezt valamiképpen szabályszerűbbé, átláthatóbbá, jobbá tegyük? mármint a nagy nyertesek alatti világot? Hát ez egy olyan erős kérdés, amire nincs ilyen erős válasz. Ugye ha az integritás hatóságnak az értékhatár, a limit összegét figyelembe vesszük, akkor az ugye egyértelműen kiejtette volna az erdő nélküli romkorona ősvényeknek az ügyét, ezt az átlátszóval közösen toltuk be a, integritás hatósághoz. Nekem itt Kerekperec közölte, az Eszter ült az integritás hatóság elnöke, hogy nem, ez, ez a 60 milliós érték, ez, az alatt van. Amit egyébként bizonyos szempontból megértek, itt a szimbólum. Hát em, igen, érted, erős. ugye az európai ügyészségnek is van mozgáster, a tudom én, tízezer euró alatti, meg százezer euró alatti ügyleteknél különböző témakörökben más és más az értékhatár. Mondjuk a, a lomkorona ösvénynél épp az volt a lényeg, ami talán megragadt most az integritás hatóságnél is emiatt, hogy ott egy mintázat volt. Tehát volt olyan falu, amelyik egyébként két lomkorona ösvényt is kapott a két végébe, mert az alpolgármesternek is, meg a parlamenti képviselőnek is kellett egy, tehát ez, ez legalább olyan sláger, mint a medencének tűnő tűzivíztározó a Balaton felvidéken, mindenkinek kell egy, minél vese a rakuba tűzivíztározó, annál vagy, legjobb a csúszdás tűzivíztározó. De arra szerintem, én legalábbis nem tudok visszakanyarodva a kérdéshez választ adni. Szerintem nincs is igazán jó válasz kutatási adatok nélkül, hogy, hogyha a lefölöző részét, a közvetlen nyertes részét leemeljük a, a gazdasági szektornak, akik elsődlegesen részesülnek a, a, a közpénzekből, akkor mi marad a második, harmadik, negyedik rétegből, akik ugye az alvállalkozók. Érzékeny. Meg, meg amit lefölőznek, meg amit lefölőznek, azt mire költenek el? Mert ebből nem mind lesz Ibizán kokain és, és puffi, a Vipáhaival. Az biztos, hogy a terület érzékeny. Lehet lobbyerő ebben a területben, mert azt el tudták érni az Alaptörvény 9. módosításával, bármennyire távolinak is tűnik ez a kapcsolódás, hogy az alvállalkozók között mozgó közpénzek, tehát amikor megnyeri a közbeszerzést, vagy az uniós támogatást a fővállalkozó, és kiszerződi a munkát X-nek, Y-nak, Z-nek, a kiszerződés szintjén már nem közpénz, tehát már nem érvényesülnek az átláthatóság követelményei, ott már nem lehet adatigéléssel lőni, oda már nem vonatkozik a közzétételi kötelezettség semmilyen formában. Tehát ennek a szektornak sikerült vagy saját erőből, vagy a ö, politika ezzel a szektorral, ennek a szektornak az érdekeivel, találkozó érdekéből kifolyóan, teljes homályba burkolni a saját magát. Soha nem fogjuk megtudni, hogy azok a országos szinten a radarképernyőn nem szereplő cégek, amilyenek egyébként majd mi is nyilvánosságra fogunk hozni párat a tenderbajnokokban, milyen név alatt és mennyi pénzből gazdálkodnak. Valószínűleg egyébként nagyon nagy arányú lehet itt a lefölőzés, de ezt nem tudjuk pontosan. Ugye azt akartam ezzel kapcsolatban elmondani, hogy, hogy ez a, az alkotmánybírósági ítélet ezzel kapcsolatban, ez pont megfordította, hogy vissza, visszakanyarodjunk megint a 2000-es évekhez, a boldog békeidőköz, amikor a Margit, Margit híd felújításával kapcsolatban volt az az ítélet, ami pont ennek az ellenkezőjét mondta ki, hogy igenis az alvállalkozói szintig bezárólag ö, nyilvánosnak, közérdekűből nyilvánosnak kell lennie az adatoknak, és ez most megfordult. De visszatérve a kérdésedre, lehet, hogy nem annyira ehhez fog kapcsolódni, vagy nem fog teljes választ adni rá, de azért nekem ezekkel a kisvállalkozói körrel, meg kapcsolatban azért ilyen óriási bizalmam nincs abban, hogy, maguktól feltétlenül totál szabályosan csinálnának mindent, és tehát azért van egy, nincs egy fantasztikus kultúrája ennek a közbeszerzésnek Magyarországon, ezt azért azt hiszem, hogy ki lehet mondani. Azért, hogyha a 115-ös beszerzéseket, ugye megint visszautalnék, lehet, hogy ez nem ragadt meg annyira a hallgatókban, de hogy ez a KBT 115, amikor felhívás, az önkor, a legtöbbször az önkormányzatok szoktak ilyet csinálni, felhívásra hív, hívnak meg ajánlattevőket, ott se látjuk ezt a szabályosságot. Most nem is tudom, hogy lelőjem -e, de hogy nem, nem lőjük le, le. Nem lőjük le, de hogy azért akkor van... életben marad ö, tehát azért van, van arra példa, hogy akkor szeretnek elindulni közbeszerzésen Cégek, kis cégek, hogyha lényegében biztosak lehetnek abban, hogy ott valami leesik nekik ilyen vagy olyan formában. Bocsánat, ez... ebben nekem szintén volt most a saját, én, ne haragudj, hogy közbe szólok, csak uh, uh, említetted ugye a Margitidat, hogy uh, egy hasonló történet van jelenleg is folyamatban, csak ezt valamiért így nem uh, kapta fel a mainstream média bizonyos Octopus Invest nevű cégről van szó, aki előadta, hogy ő be van kötve az Orbán családhoz, egészen konkrétan Orbán Áronhoz, és ugye ezzel a szlogennel, hogy ő be van kötve, ezért ő meggyőzött rengeteg alvállalkozót, hogy menjenek hozzá dolgozni vállalkozóként. És ők azért is mentek, meg azért vállalták el, hogy na végre rájuk mosolygott a szerencse, mert hogy önmaguktól ők nem pályáztak volna ezekre soha, mert hogy ő nekik nincsenek politikai kapcsolataik, de hogy meghallották, hogy ez egy nár cég, legalábbis azt állította magáról, na akkor itt tuti siker lesz, biztos ki fizetné, fizetne, és akkor beszálltak a buliba. Most ennek az lett a vége, hogy egy, egy csomó közbeszerzést elvállalt ez a cég, aztán ott hagyta félbe a többségét, és közben kiüresítették ugye a céget, el is adták egy, hát valószínűleg Strómannak, nem tudom, potom pénzért, egyébként milliárdos forgalmat bonyolító cégre volt szó, majd most már ugye nyilván cégtemetőbe került, most jelenleg felszámolása zajlik, és ott maradt egy rakással vállalkozó, nem kifizetve, és milliárdos összegekről beszélünk. Látod, beszélnek. látod, hogy halőrinc nyeri? Látod, látod, hogy ha Lőrinc nyeri, akkor ez a probléma? Nem, nem mert nincsen. hogy pont nemrég derült ki, hogy Mészáros Lőrinc ugyanígy belefutott az Erkorda, nem is tudom melyik cégével, ugyanígy nem fizette ki az alvállalkozókat. Tehát ez most már nem csak a sima cégekre jellemző, hogy nem fizeti ki ismét az alvállalkozókat, hanem, hanem kormányközeli cégekre. Pont kettő ilyen cégről sikerült, be, hát, sikerült belefutnom kettő további ilyen cégbe, egy B-Bild nevezetű cég, ami Bankierikhez volt kötető, vagy hát annak a köréhez szintén ugyanígy jártak, felszámolás alatt állnak, rengeteg közbeszerzés nyertek, és egy harmadik cég, ez a Budahit Kft, szintén ugyanez ő, meg a kemecsei fideszes polgármesternek a fia vette át ezt a céget, előtte nagyon sok közbeszerzést elnyertek, nyilván nem tudták befejezni ezeket, és most szintén elindult a felszámolásuk, tehát ez egy ilyen létező minta a jelenleg, hogy a NER közeli, vagy NER közelinek mondott cégek is sorra mennek tönkre. De hát, ha most a NER mondott, meg a NER közeli, az pont ezt akartam mutatni, ez két külön kategória, és amit a Orsai utat, minek van kultúrája egy országban, ami a nagy, erő, és nem ezek az ember által megtervezett struktúrák, hanem azok a minták, amelyek generációról generáció öröklődnek. Gondolj bele, egy kis cég vagy, és nem vagy biztos abban, hogy azt a pályázatot megnyered, abban az esetben, mennyi energiát kell beleraknod abba, hogy egyáltalán a pályázati anyagot összeállítsd. Így baj... nem csak energiáról beszélünk, hanem pénzről hogy is. De? Tehát ez egy olcsó mulatság elindulni egyáltalán egy közbeszerzésen, még akkor se, hogyha most már ezért így jó tíz éve legalább a közbeszerzési dokumentációért nem kell fizetni. Mert ugye régen ez úgy volt, hogy egyáltalán ahhoz, hogy megnézhesd, hogy mire szeretnél pályázni, nem. meg ahhozért is perkelni kellett, most ez nem így van, vannak szofisztikált módszerek arra. Pont most akartam vagy... egy példát mondani, hogy én most azt látom legalábbis az eddigi tapasztalatok alapján, hogy egyre több helyen kérnek biztosítékot, tehát ugye letétbe be kell fizetned, és olyan összegeket, ami egy, nem tudom, tehát ilyen 10 meg 50 milliós, tehát ugye ez szerintem sok. Nem tudom, Hol hogy jól lehet. Hol azok a hősidők, amikor a jegybank konjunktúra kutatási témára írt ki közbeszerzést, és egy egy ismert és elismert piaci szereplő ezen veszített ellenben a befutó győztes a saját referencia gyanánt azt a kutatási anyagot adta be, hogy, hogy az internet alapján, interneten elérhető adatok alapján összehasonlító vizsgálatot készített arról, hogy Skóciában a házi orvosi szolgálat hogyan vezette be három megyében is a táv elektronikus táv, vérnyomás <laughs> mérést, és, és a, amikor a, a, a vesztes magyarázatot kért erre az ajánlatkérő jegybanktól, akkor azt a választ kapta erre a kérdésre, hogy nem volt feltétele a referencia munkának, hogy az valami módon kapcsolódjék a konjunktúrakutatáshoz, meg a monetáris politikához. Tehát ma már ilyen durva trükkökre nem, nem beszélhetünk, nincs rá szükség. Ellenben mi olyanra találkoztunk önkormányzati közétkeztetési területen, ahol az egyik ajánlattevő, potenciális ajánlattevő, azzal kecsegtette a kiíró önkormányzatot, hogy ha kell, akkor ő versenytársakat is tud hozni ehhez a beszélgetéshez. Jaj, de szép. Hát, amivel még szintén belefutottunk nemrég, az az volt, hogy hogyan lehet még itt korlátozni, hogy nem már nem is az ár számított igazából, hanem a súlypont az abba az irányba ment el, hogy mennyire gyorsan tudod leszállítani az autókat. Na most... Az autóknál azért ez különösen necces tud lenni, Abszolút. mert ugye ezért nem Te távols, otthon van, tehát otthon száz darab egy... fehér tetejű, de... nem tudom, Skoda jet, itt most, bocsánat, de, mondtam egy példát. Volt olyan kiírás, az valamelyik nyomozó hatósági jogkörrel is rendelkező állami szerv kiírása volt, nem akarok ennél konkrétabbat mondani, ahol a, a szolgálati autóknál a tengely táv volt meghatározva, ami bizonyos határok között fontos lehet, de egyébként bűnt vagy csalást üldözni, lehet, hogy lehet egyébként tullan. pont ugyanolyan jó lehet, 25 mm-rel kisebb tengelytáv esetén is. De véletlenül volt egy olyan járműszállító cég, amelynek a megadott paraméterek közé eső járműből raktáron volt a szükséges pont kontingens. Akkor, De és ezzel azzal rossz ezekkel a rövid határidősökkel, azon túl, hogy nyilván megvan már az a cég, aki le fogja szállítani, és neki megvannak valószínűleg azok az autók, hogy ő, itt kiderül az, hogy pont nem jó gazda módjára jár el ugye a kíró, mert hogyha tudja, hogy le fog járni egy szerződés április 30-án, akkor nem 15-én írok egyet 15 napos határidővel, hanem már elkezdek ezen gondolkodni decemberben, felmérem a piacot, megállapítom, hogy mi a kínálat, mennyire, és majd utána akkor kírom. Jó. Eh, akkor elméleti élel ezen a ponton egy kérdést, nem a magyar viszonyok szerint. Tehát amikor egyéb szempontokat viszünk be egy közbeszerzési pályázatnál az ár mellett, az lehet nagyon valid. És egyébként a szóba hozott közétkeztetési pályázat szerintem erre a legjobb példa. És, és mondom, elméleti a kérdést, hagyjuk most egy kicsikét Magyarországot. Hogyan lehet ezt közbeszerzési kiírásba szobrozni, azt a igényt, mondjuk egy önkormányzat részéről, hogy a gyerekek, akik óvodába, iskolába járnak a saját területen, most már csak óvodába, azok a, a legjobbat kapják, ne feltétlenül a legolcsóbbat. És hogy hogy lehet azt mérni, hogy valakinél vannak szaktudással rendelkező emberek, mondjuk a szakkátság az egyre hátrébszerű, minél inkább szabványosított az étel előállítás, de mondjuk a beszerzés nem. Hogy ő tudja azt nálam, hogy hogy lehet jó húst találni a, a környéket. Ezt miként lehet? Közbeszerzési. De ez már le van. ez, szóval ez, ez le ez van, Megvan. Mi, mi ez... Több köz, közétkeztetési közbeszerzést is vizsgáltunk, monitoroztunk, és a, a dietetikai előírások, illetve a, a, a különböző speciális étrendnek megfelelő követelményeket kielégítő kapacitások, azok benne vannak a pakliban. Ma már egy ilyen közétkeztetési témakörben sajnos nagyon nagy arányban kell figyelni a cukorbetegségre, lisztérzékenységre. Másról Tehát Ha arra gondolsz, hogy egyrészt az alkalmassági követelmények Igen. között is le lehet írni, hogy ezt szeretném, azt szeretném, azt szeretném, de másrészt ugye van arra is lehetőség, hogy... Amit Akkor mondok, biztos egy, mondok félek, egy másik hogy politikus, mit egy a, a, a szakács több lett tapasztalatának a hónapokban mért Taká, de nem csak az, érdezzem, az egyik az úgy. jó szakács, a másik meg rossz szakács. Mondom, a középtkeztetésekben ennek a, a szempontja az csökken, mert egyre kevésbé főzési tudomány, mert egyre inkább ilyen mechanikussá vált összeállításokról van szó, de még így se lehet kizárni, de mondjuk a beszerzés nem ilyen. De hogy érthető legyen teljesen a példa, Kunceg Gábort, amikor még miniszter volt, faggatták pont ebben a kérdésben, miért nem bírnak ki pályázatokat, és azt mondta, hogy eh, hát elnézést, de hogyha én beadok egy. Pályázatot, hogy eltáncolom a, a, a hatjuk tovább, és bead egyet a, a Bozsi kivett is, akkor lehet, hogy én mondok alacsonyabb árat. Ez jól hangzik, de azért ennek ugye a példa mégsem jó, mert a művészeti szolgáltatás. pontosan nem tetsz, lehet nincs olyan, hogy ha Madonát akarom meghívni, é, akkor nincs ez, hogy helyen nem el... kell. A... én Bódi is. nem, az, 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 étkezés erre. az egyébként szerintem ezzel analóg tud lenni. Hát, hát... Ez, három gyerekem van, végignyomták a közétkeztetést, nem volt, nem volt analógiájuk, nem választhattak, hogy mit fognak enni. Szerencsére most olyat esznek, a legkisebbnek az ízlik, amit eszik, úgyhogy nem akarom kiábrándítani a saját 80-as évekből egy menzás élmény. pedig az egy élmény volt. <laughs> hát figyelj, amikor tavaly kórházban feküdtem, akkor a fiam roppant elégedett volt a kórházi kosztommal. <laughs> De nem te. Hát minden rajtam kotéterült, én nem ettem. Hát, azt hiszem, hogy ez nem, nem... <laughs> <laughs> <ezt> nem <laughs> tudok <akit> hozzáfűzni. <laughs> tehát, hogy... <laughs> Hogy ennél jobb végszó a földön nincs. nincsen. Ez ez én, én a végére azért szeretnék még egy kérdést, ha megengeditek, hogy nektek van-e ötletetek, javaslatotok, vagy foglalkoztok-e azzal, hogy hogyan lehetne megjavítani ezt a közbeszerzési rendszert? Hogy nekem a... rengeteg ötletem van, tehát ez nem jó kérdés a végére, <laughs> <A> végére, pont. <laughs> Ú, nekem csak egy. Kérdészi, nekem csak kérdésed. egy, ne <laughs> azért a, Azért én, én igazából a központi beszerzőszervek akikre nagyon ránéznék, ott, 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 igazából kisebb szabálymódosításokkal is szerintem lehetne komolyabb eredményeket elérni. Egyrészt, hogyha az egy ajánlatos keretszerződéseket korlátozni, akkor, hogyha nem lenne ennek feltétlenül minden körülmények között kötelező az igénybevétele a központi beszerzésnek bármilyen értékhátár alatt. Ugye itt, ugye az a csel benne, hogy tényleg mindenki, aki Igen. az állami szektorban van, ez köteles, kötelez, még hogyha így nem akar, ja, akkor is ezt, ezt, az, ezt kapja. Ha, ha, enne, ha erről így le lehetne mondani, erről a lehetőségről, hogy vegyél a központi beszerzésen, vagy legalább átlátható szempontok alapján lenne elbírálva, hogy neked mikor van lehetőséged lemondani erről, az már egy lépés lenne előre. Te, pont. 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 És, és hát mondom, hogy azért nekem ez egy olyan, hogy akkor megnyomtál egy gombot, de majd most abban, de majd egy erről külön. egy külön. Megoldás központú podcast lesz majd a következő csupa jója fog majd tenni. És akkor. Egyébként de egyébként nem... összességében a, a, tehát azért vannak olyan modernebb beszerzési formák, mint a dinamikus beszerzési rendszer. Elterjedtebb lenne, tök jó lenne. Akkor, hogyha a szerződéseket nek a végrehajtását is ilyen rendesebben ellenőriznék. Vagy megszüntetnék a KBT 115 A KBT 115 pont. megszüntetése. Nagyon jó lenne. Azt hát, hogy tudjátok, feltételes... hogy most már csak ti ketten értétek. <laughs> jó. De már, már, Nem, már régen is nekünk a hallgatók, tehát hogy már... a, már lehet, hogy a feltételes beszerzések... beszerzéseknek a visszaszorítása. Ezzel szintén... te is egyet tehát, hogy mondd, hogy igen. mondd, hogy van ellenvéleményed. Jó, akkor én még, még annyit, hogy uh, talán még egy, ezt is a szakértőtől hallottam, nyilván nem saját kút, tudom ezeket, de hogy az előzetes piackutatásnak a kvázi kötelező vététel, az talán nem lenne egy rossz, mert akkor azért lenne, ilyen milyen árhoz De azokat, addig is, és... amíg az És képzeld, hogy az a előzetes piackutatókat közbeszerzősi pályázaton választják egy, ki. A miniszterelnökség egy jogsértővel lehetőség szerint. Na, köszönöm szépen, ez volt az Átlátszó Podcast közbeszerzésekről beszélgettünk jó hosszan, abban az esetben, ha majd még marad bennünk kérdés, vagy a témában mondani való marad, akkor erre vissza fogunk majd majd térni. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Sziasztok. 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 Köszönöm szépen akkor Ligeti Miklósnak, Vince Orsán, Kostus Eszternek a részvételt, én pedig Hont András voltam.